Március 8-án pénteken a németországi Saarbrückenben Micskó Sándor és Hafner Ferenc küzdhetett a betöltetlen középsúlyú magyar bajnoki és a kategória WBF interkontinentális címéért. A meccs nagyon feszült hangulatban indult, érezhető volt, hogy mindkét fél tart a másiktól. Az események a harmadik menetben pörögtek fel, ekkor mindkét bunyos keményen megszorta a másikat. A folytatás továbbra is nagyon szoros küzdelmet hozott nehezen pontozható menetekkel. A nyolcadik felvonás aztán igazi fordulópontnak bizonyult. A menet felénél a Micskó egy kőkemény balhoroggal padlóra tudta küldeni Hafnert. Hafner a számolás után folytatni tudta a meccset, sőt a menet végén már ő volt az, aki zavarba tudta hozni ellenfelét. A hajrára emeltek a tempón a versenyzők és vérbeli adok-kapok csata alakult ki, ahol ismét szoros meneteket láthatott a német publikum. A tizedik menet után a helyiek felállva ünnepelték a két magyart, akik a gála legjobb meccsét produkálták. A pontozólapok felolvasásakor beigazolódott, hogy a kiegyenlített összecsapást a leütés döntötte el, hiszen egyhangú pontozással teljesen megérdemelten Micskó Sándor győzött, aki a WBF interkontinentális bajnoki övét és a magyar bajnoki címet is megszerezte. Minden várakozásomat fölmúlt a meccs. Mind a kettő srác maximálisan jó teljesített, úgy gondolom. Egyiket sem láttam ilyen okosan és ilyen küzdőszerelem boxol, nagyon okosan. Abszolút méltóak voltak a címmeccsre. És azt kell mondjam, hogy hálás vagyok a közönségnek is, mert minden egyes találatot értékeltek, tapsoltak, tehát nagyon jó közönség volt. Úgy gondolom, hogy nagyon jó volt Németországban címeccsre boxolni. Nagyon jó érzés, nagyon jó. Örök életre szóló élmény, és csoda országban ma. Ennek nincs vége, hogy itt leszünk címecseink Németországon, nagyon boldog vagyok. Szuper volt. Ilyen okosan még soha nem boxoltam, de szükséges volt, hogy ilyen okosan boxoljak, mert Ferinek akkora ütései voltak a meccs végéig, hogy nagyon oda kellett figyeljek, hogy egy-egy át ne fusson rajtam. És szerencsére, nem tudom, 7.-8. menetben el is találtam úgy egyszer, hogy sikerült megrendíteni egy pillanatra. Onnantól pedig úgy éreztem, hogy már onnantól tényleg a kezemben van a meccs, és onnan egy picit emeltem a tempón. Ez is volt a tervem, hogy nagyon okosan boxolok végig, nagyon odafigyelve a védekezésemre, és hogy az utolsó 9.-10. menetet hajtom meg egy kicsit, ami bennem maradt, hogy ne maradjon bennem semmi. A Micskós anya az nagyon technikás, nagyon ügyes, nagyon gyors, és tudomásom szerint elég szoros meccs volt. Tehát ahogy bent éreztem úgy is, meg a pontozás is. Én nem pontoztam, amivel elment, ahol volt a fordulat igazából, ahol a különbség megnőhetett, az a számolás után volt, igen. Igen. Megnyíltam nagyon, és egy pontos ütéssel le tudott ütni, le volt a padlón, de átvészeltem, és nem volt probléma. Szerintem egálva voltunk kerülvénybe, felkészültségbe, hát ilyen nagyjából helyekben egyforma erősen. Többször elmondtam, de álmomban sem gondoltam, hogy ez a mérkőzés le fog menni, 10 menet. Én ennél jobb meccset nem vállaltam, nem izgalmasabb, ennyire. Viszont mondta a bírós, hogy annyira tiszta meccs volt, hogy alig volt dolga igazából a véren kívül. De ez benne van. Annyira tiszta meccs volt nekem, teljesen. Ez benne van az a körhívásban, és maximális tiszteletem. Megérdemeltek, mit kezdtem ezt a mérkőzést, abszolút. Én ritkán nézek ki így, és ritkán. De jól nézel ki, és nincs ez a semmi volt, figyelj. Ritkán tudnak leütni, úgyhogy. Ő nagyon jó versenyző, technikás, ügyes, gyors, erős,